irány a Mars, és az újabb nemzetek Mars szondái közül igazából azt szeretném kiemelni, hogy eredetileg volt az USA és a Szovjetunió. Ők voltak, akik elkezdték ezt a versenyt, és hát az újabb nemzetek az gyakorlatilag mindenki, aki vagy részt vett részben, tehát egy mondjuk a mondjuk szovjet ugye misszióban úgy vett részt, hogy meghívták bizonyos eszközöknek, űrkísérleteknek az elkészítésére, és magát ugye a tudományt is adta az adott ország, illetve elkészítette a hozzávaló űrtechnológiát. Na, csapjunk a lovak közé. Milyen a Mars? 1,6 csillagászati egységre van, ami ugye 230 millió kilométer, 1,88 század földi év, egy tizede ugye a földtömegének, az egyenlítői sugara itt látszik. Ebből az egész fizikai állapotból, és az, hogy nem tudjuk pontosan, hogy hogy alakult ki a Mars, a Föld és a Vénusz, bár erről rengeteg kutatás folyik mostanában is, de ahogyan szétnéztünk a galaxisban, az exobolygók azt bizonyítják, hogy nem teljesen tipikus naprendszer a miénk, tehát valaminek közbe kellett szólni, hogy ne a napnak ugye a közelében ilyen nagy forró Jupiterek legyenek, tehát ez egy nagyon jó állapot a mi antropomorf, tehát emberarcú naprendszerünkben. Ugyanakkor a legjobb lehetséges élettér, vagy pedig egy esetleges földön kívüli életnek a kialakulásának egy olyan valószínűsített helye, amely a naprendszernek, főleg a korai történetében egy esélyes helyszínként adja számunkra a Marsot. Két darab befogott aszteroid holdja van, a Phobos és a Deimos. Deimos, és hát ide is van írva, hogy nincs másik esélyes bolygó a közelben, aminek a felszínére könnyű lenne leszállni, és ott netán esetleg élet nyomok után eséllyel kutatni. Természetesen a földi emberiségnek az összes idáigi tudományát szoktuk használni hozzá. Ebben nagyon fontos szerepet játszik ugye a gazdasági finanszírozás. Az itt látható, hogy én az egeret mozgatom? Mondjuk bízunk benne, hogy igen, akkor jó. Tehát olyan általános szempontok vannak, hogy helyi adatot kell feldolgozni azonnal, mert hogy nem lehetséges a nagy távolság miatt, ami hát ugye az einsteini hát ugye relativitás beleszól, azaz a fénynek a illetve az adatforgalomnak ugye ez a korlátozott sebessége, ez alapvetően beleszól, tehát az űrszondának az irányítását is gyakorlatilag ott helyben kell megoldani, illetve minél több adatot kell tudni leküldeni, és itt előre vetítem azt, mint új nemzetként, hogy hát a magyarok nem kell, hogy panaszkodjunk, mert ott vagyunk azon nemzetek között, akik hát ugye részt vehettek idáig is a Marsnak a kutatásában. Itt ez egy olyan lista, ami nem tudom, hogy mennyire látszik. Jó, tehát ez egy olyan lista, amivel próbáltam a máshol hosszú, több oldalnyi táblázatban levő információanyagot egybe összegyűjteni. És igen. Tehát itt lehet látni, hogy az elején a Mars Nyik és Sputnik és Karab, azok ugye orosz szavak, ellenben a Mariner, az pedig az amerikai volt, tehát egészen a 70-es éveknek a
legvégéig tulajdonképpen csak orosz és amerikai sikerek voltak. A szovjetek számára ez ugye dicsőség volt, az amerikai állam viszont megvalósult egy amerikai kutató szemében, mert aki akart foglalkozni marskutatással és jól csinálta, akkor az ő álma megvalósulhatott. Ilyen, hát igen, sikeres volt a Viking 1 és a Viking 2, az összes többi előtte az nem volt akkora nagy siker, tehát nem úgy működtek, mint ahogy azt ma már elvárható lenne, akkor is elvárták tőlük, de hát egyszerűen főleg a hajtott verseny az összembírségnek, akkor a technikai felkészültsége nem tette lehetővé az ennél jobbat, tehát nem szabad őket lenőzni, hiszen az úttörő munkák azok mindig, hát ugye sokkal több kockázattal vannak tele. Itt ezen a képen ugye listán látszik, hogy 1988. július 7-én indított, és 92. szeptember, nem jó mondom, hanem még ugye abban az évben értek a Marshoz, a Phobos 1 és a Phobos 2, majd ezt fogjuk látni, amelyen voltak több nemzetnek a hozzájárulásával készült űrkísérletek, azt majd fogjuk látni, továbbá ismét egy ilyen volt, ami a Mars mellett elszállt, tehát nem Mars szondának lett szánva, de a naprendszerben pillanatilag egyetlen elképzelhető gazdaságos megközelítése egy távoli helyszínnek, a belső bolygóknak a gravitációs hozzáadott hatását használó hintamanőverek, amivel ez a bizonyos Rosetta űrszonda, amin a Philae nevű leszálló egység is volt, az célszerű volt, hogy ugye meg kellett neki közelíteni a Marsot, és eközben az űrszonda működött, majd fogjuk látni. Akkor továbbiakban lesz majd egy olyan úttörő eszköz, ami szintén új nemzetekként az Európai űrügynökség lépett be. Először nem volt túlságosan sikeres, de a másodikban, amelyben az ott dolgozó kollégáknak a Kft-je részt vett, a bizonyos SGF Kft, ez az ExoMars Trészgáz Orbiter, tehát igazából majdnem az egész csoportunk, amelyik ez a gáznyomoknak a vizsgálatában vesz részt. Tulajdonképpen az elsőleges célja az lesz, hogy vizet és akár az életnek a jeleit is kimutathassa, ezt is fogjuk látni. És aztán utána jönnek illetve egy kicsit visszamenve az időbe, volt egy japán próbálkozás, amely igazából egy oroszok hátán levő egy ilyen piggyback, tehát egy ilyen hátizsák űrszonda lett volna, de mivel maga a fő eszköz az nem hagyta el a föld körüli pályát, ezért ő hát ugye nem lehetett sikeres, akkor elnézést, ez kínai volt, én azt hiszem, hogy itt Japánról beszéltem, elnézést kérek, tehát ez a kínai volt, amelyik a Phoboson volt, itt már annyi nemzet van előttem, hogy összefolyik, és aztán utána jöttek az indiaiak, és később már önállóan abszolút sikeresen a kínaiak, de mindezt megelőzte az Arab Emirátus, hát akkor csapjunk bele. Milyen gépek mehetnek oda? Keringőegységek, ez egy ilyen jól ugye elhatárolható kategória, leszálló egységek, amelyek ugye kombináltak, vagy csak átrepülő, és amelyek leszálló egység, az ott elkezdhet ugye mozogni, tehát ugye roverek, immáron már van ott helikopter is, annak idején én is részt vettem egy olyan hát ugye csoportban, amelyik elgondolkozott azon, hogy hogyan lehetne ballont küldeni. Elsődleges az önálló kutatási feladat, itt ez
hát majd ugye látjuk, hogy milyenféle ugye dolgok lesznek. Tulajdonképpen az összes érzékelőt, amit az ember már itt idenen a Földön is használ, tehát mind vizuális, mind különböző, hát ugye rádióspektrumú, illetve közvetlen ugye fizikai, például ugye fúrással, és az összegyűjtött, az ott összegyűjtött anyagoknak az ilyen kémiai elemzésével, ami lehet vagy valamilyen oldatokba rakják, vagy csak egyszerűen bezárják, és elkezdik figyelni, vagy pedig lézerrel meg lövik, és a többi, és a többi. És hát erről a Földön ismert ugye színkép elemzésekkel lehet a legtöbb információt kiszedni, illetve olyan egységek is ugye lehetnek, amelyek keringők, amelyeknek az a lényege, hogy előkészíti, hogy hová szálljon le majd a leszálló egység, és utána hát ugye segíti a kommunikációt, hogy a leszálló egységnek ne kelljen önmagával cipelni azt a nagy sebességű adattovábbító eszközt, amihez hát ugye legalább egy nagy nyerességű, jó nagy antenna kell, és a többi, és a többi. Hát ugye itt lehet látni ezt a bizonyos planetáris internetet. Itt most tulajdonképpen ezt elmondta egy orosz kolléga angolul, tehát hát ugye leszálló egység az lehet egy felszínen álló, elmozgó, azt már az előbb mondtam, dinamikus, amely mozgó felszínjárvű, vagy pedig mozgó felemelkedni képes helikopter. Nézzük át a leszálló rovereket, itt egészen jobb oldalt felül lett volna egy ilyen Marsokhod, ebben mi is részt vettünk, van rajta egy ilyen narancssárga doboz, nem látszik jól, de majd lesz még róla jobb kép. Annak a belsejét tervezte a mi akkori osztályunk, úgy hívták, hogy technikai főosztály, vagy technológiai főosztály, amelynek volt egy űrtechnikai osztálya, és ott a hardware és a szoftver az ugye mind a mi mérnökünk készítették, tehát ugye tervezték, és végül is el is készítettük. Ez volt az első olyan űreszköz próbálkozásunk, amelyiknél ez a bizonyos CAD-CAM, amit az előbb említett Hudova Gyuri, hát ugye szerepet játszott, és avval meg én is valami keveset hozzáadtam. Akkor itt látható, na most ebből nem lett semmi, mert hogy hát ugye a szovjet rendszerváltás Oroszországra és fákra az végül is azt eredményezte, hogy Jelcinék egyszerűen elvágták azt a hát ugye pénzügyi csapot. Volt nekik elég bevételük, vagy lett volna, de hát nem arra akarták fordítani. Ez elsősorban ugye politikai döntés volt, és így már végül is 1996-ra ez a bizonyos Sojourner, ami nem tudom látszik-e, ez ugye megelőzte az egész világot, ők voltak az első mozgó rover, aztán utána a Spirit és az Opportunity, az már hát egy egészen szuper, hát ugye végeredményt hozott, azt mondja, hogy legalább 14 évig volt működésben, és aztán utána jöttek az igazán ugye profik, a Curiosity, és annak egy upgrade-elt változata, a Perseverance, alias ugye kitartás, és előtte ugye pedig volt a kíváncsiság, illetve a, majd mindjárt látjuk, hogy akartam mutatni a helikopter, de nem látszik rajta. És aztán utána jöttek hirtelen a kínaiak, mint harmadik olyan nemzet, akik abszolút hozzá adtak most már a Mars kutatáshoz, hiszen egyszerre van nekik keringő egységük,
leszálló egységük, amelyik önmagáról lebocsájtott egy rovert, majd ezt is fogjuk látni. Na akkor ugorjunk vissza az időbe, annak idején az 1990-es éveknek az elején ebben a bizonyos orosz Mars roverben itt látható. Ez a Amerikában a halálvölgyében készült, itt látható egy KFK-i felirat az ottani képen. A két fiatal ember, egy orosz és egy amerikai vezető kutatónak, ugye a gyermekei ottan haverkodtak. Tulajdonképpen az összes többi rover ilyesmi, nem más, hiszen kell egy hibatűrő, többszörözött áramkörv, amelynek ugye már az előbb említettem, itt készítettük a tervét és a megvalósítását, ugyanilyen hibatűrő operációs rendszernek lenni kell benne. Ez olyan, mintha párhuzamosan valaki megtöbbszörözni magát, és ugyanazt a dolgot csinálja, vagy három-négy ember, de mondjuk legalább minimum kettő ugyanazt csinálja. Ha az egyiknek és a másiknak nem egyezik az eredménye, hát ugye a futás közben, akkor hogyha három van, akkor egyszerű a három közül az egy hibázót, hát ugye leszavazza az a másik kettő, és akkor így át is adja az információkat, illetve a számítógépnek az állapotát a harmadik ugye számítógépnek, amelyik hibázott, és a többi, és a többi, és ez mindegy körülbelül egy ilyen tégla méretű dobozba került, itt megint mutatom ezt a narancssárga kis dobozkát, az akkori technológiával nyilván ma, hogyha az összes ugye nagy felbontású és egészen kisméretre integrálható eszközök méretét veszük, akkor jóval kisebből kijönne már ma már. Az irányításban alapvetés a szoftver, ami már itt az előbb említettem, a szemek, azaz az adott járműnek a minimum két darab kamerája, az, amelyik egy olyan jellegű háromdimenziós előtte levő tér leképezést tesz lehető, ami a hasonló ugye a mi szemünkhöz, egészséges ember, egészséges szemmel jól lát ugye térben, és utána erről akár egy ilyen szép kis térképet is tud készíteni, hát ugyanezt csinálta az akkori szoftverek, és erre a sok kő, meg egyéb akadály közti, hát ugye a legegyszerűbb utat akarta kiszámolni. Háttérben hozzátenném, hogy ugye a hang nem jön át, csak ami a mikrofonon átszűrődik, meg hát ugye így a többszörös átviteli rendszeren keresztül eléggé állóképek jönnek, hát mondjuk egy frame per szekundummal. Szóval közben nyugodtan kommentálhatod is akár. Elnézést, azt mondod, hogy nincs hangja? Nincs hangja, mert a megosztást úgy kellett volna elindítanod, hogy a hangot is... Ja, értettem, elnézést, ezt nehezen értettem meg. Tehát ja. Tulajdonképpen az történik, hogy végig elmondja azt, amit én itt az előbb elmondtam. Jó, hát akkor ugorjunk. Elnézést, azt hittem, hogy van neki hangja. Én itt azért lettem gyorsan csöndbe. Akit láttunk, és elvileg szerintem úgy gondoltam, hogy hallhattunk, a Szegő Károly volt, akkor ez valahogy a Zoom-nak a hibája, amit mi használunk, és azt mondta el, hogy a jobb és a bal szem, mert tehát az egyik és a másik, tehát a jobb és a bal kamera által készített képből egy ilyen kockázati, domborzati
hogy mondjam, térképet állít elő ez a szoftver, és ebben a lehető legkedvezőbb átjáró utat kerestem meg. Jó, akkor lépjünk tovább. Elnézést, nem vettem észre, illetve hát nem volt egyértelmű. Itt pedig azt látjuk, hogy hogy megy ez a bizonyos rover önállóan, hát még egyelőre nem a Marson, hanem a halál völgyében, ott ebben a bizonyos Death Valley-ben. Ezt most lehetett érteni? Jó, oké. Tehát ez volt a bizonyos, ide van írva, hogy teszt Kaliforniában. Jó, aztán utána ugorjunk egy picit vissza az időbe, ez 1990 évek, és évek előtt volt ez 1988, amikor a bizonyos Phobos 1 és Phobos 2 volt, amelyik eljutott a Marshoz, illetve nem jutott el mindegyik, csak a Phobos 2 jutott el. Ha azt nézzük, hogy mi az alcíme az előadásnak, hogy osztrák, bulgár, cseh, finn, francia, angol, magyar, ír, lengyel, svéd, svájci, amerikai és nyugatnémet, hát ugye társulat volt az oroszok által, alias, tehát ugye a szovjetek által indított üreszközön. Ez azt jelenti, hogy tehát nem lettek önálló más misszió küldők ezek a nemzetek, ellenben hozzájárulhattak, inkább így mondtam, tehát lehetőséget kaptak ahhoz, hogy elkészítsenek üreszközöket, illetve annak a bizonyos részeit, és elsősorban úgynevezett kísérleteket, tehát önálló, egymástól független, vagy akár együttműködő mérőeszközöket, és ezeknek aztán utána meg is kapták az adatait, ilyen, mint ugye a bolygóközi térségnek a vizsgálata, akkor a napnak a megfigyelése, amelyből ugye áramlik ki a plazma, amikor a világűrben csak úgy jön ugye a napból a plazma, az, ha valamilyen űrobjektummal, például a Marsnak a környezetével ütközik, akkor hogy ott milyen lesz a viselkedése, de milyen, hát ugye befolyása van ez a például a Marsnak az atmoszférára, és a többi, és a többi. Tehát ezek az, ami ilyen jó, hát ugye mérhető helyek. Persze mindenkit az élet érdekel elsősorban, de hát ahhoz előtte nem árt ismerni egy csomó másik információt, mert ha nem tudjuk, hogy hol keressük az életet például, akkor előtte célszerű azt megvizsgálni, hogy van-e egyáltalán az életnek bármiféle fajta ugye feltétele, míg egyszer csak célzottan egy olyan eszközt kéne oda küldeni, amelyik hát igen-igen drága, tehát jobb előtte átvizsgálni a helyet, és akkor még ezen felül a két darab nevezzük úgy, hogy Mars Hold, hát igazából itt ezek ilyen, úgy néz ki, hogy befogott aszteroidák, bár az se egyelőre nem teljesen világos, tehát azért kell őket vizsgálni, tehát hogy ezeknek ugye a felszínét és a felszíni összetételét is kellett vizsgálni. Így nézett ki ez a bizonyos Phobos nevű űreszköz, itt láthatóak az üzemanyagtartályok, ez a high-gain antenna, tehát a nagynyereségű antenna, a föld felé, itt vannak a különböző eszközök, az Ester, Aspera, VGS, és a többi, és a többi, ezeknek mind különböző nemzetek voltak ugye a résztvevői. Itt van az, hogy az ion és elektron spektrométer, a HARP nevű volt, amelyik egy magyar eszköz volt ez, most pillanatnyilag az én nevemen van, ennek a másodpéldánya, de állítólag az eredeti is, mert egy száma volt neki, tehát természetesen én ezt, hogy mondjam, megörököltem, akkor én még
akkor nekem még csak egy hiú remény volt, hogy itt fogok dolgozni. Itt látható az, hogy 1988. július 7-én indult, és az első, tehát ugye a Phobos 1, az 88. szeptember 2-án azért veszett el, mert véletlenül egy rossz parancsot küldtek neki, amelyik a magasság szabályozó hajtóműveit kikapcsolta, vagy hát ugye rossz ugye működést eredményezett, és aztán hát lemerült, mert hogy elfordultak a napelemjei a naptól. Majd látunk olyan eszközöket, aminek nem feltétlen az energiaellátás a napelem. És akkor itt volt ez a bizonyos Phobos 2, ami viszont már részben sikeresnek tekinthető, mert Mars körüli pályára állt a Marenf Maniprobe nevű eszköz, amiben mi is részt vettünk, adatokat gyűjtött, adatokat szolgáltatott, és ezt pillanatnyilag a nemzetközi közösség egy félig sikeres, illetve hát bizonyos eszközöket abszolút sikeresnek tekintenek, mert hogy eljutottak oda, és a Marsnak a közelében jól tudtak működni. Nyilván ugye a dicsőség azért, aki oda eljuttatja, de aztán amit eljuttatott, annak is ott helyben kell tudni működni, és ebben már végül is volt egy magyar siker. Ez persze egy sokkal sikeresebbnek nevezhető Vega űrszonda programnak volt a hozadéka, hát ugye a következménye, de vagy erre az akkori ugye Szovjetunió nem szánt annyi pénzt már, mint a Phobos misszióra önmagára, mint az előzőre. Nem volt például önálló olyan elforgató rendszer, amelyik például a csillagképek alapján önmagát visszapozícionálta volna, szóval ez így gyakorlatilag egy kidobott pénz volt. Itt lett volna az a rész, amiben szintén részt vettünk, ennek a leszálló egységnek a fedélzeti kompjútere, lehet látni az alakját, amit hát ugye maga ez a keringő egység megközelítette volna a Phobosnak a felszínét, innen jön a missziónak a neve, és akkor elhelyezte volna ezt a leszálló egységet, illetve egy ilyen kis ugráló labdacsot, amelynek az lett volna a feladata, hogy borzasztó lassan, tehát nem úgy kell elképzelni, mint egy ugráló kötelező hölgyet, hanem ütött egyet egy kis rúd, ami rá volt erősítve erre a nem túl nehéz, de nem túl könnyű kis eszközre, és utána, ahogy ez visszaért volna ugye ennek a Phobosnak a felszínére, akkor ezeknek a szeizmológiai, hát ugye rengéseit lehetett volna mérni ennek az űreszköznek. Ennek egy közvetlen föld felé irányuló ugye kommunikációja volt, tehát igen, hát itt ugye látható, hogy 4,4 kilobájt volt a maximális sebessége. Így nézett volna ki ez a kis, bizonyos kis leszálló egység, és ennek ez a speciális fedélzeti kompjútere, amelyik hát ugye vezérlő és adatgyűjtő rendszer, hogy miért pont ilyen az alakja, neki az egy nagyon érdekes kérdés, mindig mikor jönnek hozzánk diákok, akkor ezt a kérdést föl szoktam tenni, és érdekes módon egyre többször megmondják, hogy ennyi hely maradt neki. Hát igen, ezért ilyen. De azért azt felhívom a figyelmet, hogy akkori technológiával kisebb volt egy kilónál, tehát ugye a madivatos egy kiló CubeSat-nak ugye volt a mérete, illetve 0,6 watt volt a fogyasztása. Hát ismeretterjesztő előadásban nem biztos, hogy érdemes ebbe belemenni, de itt láthatóak azok a blokkdiagramok, amelyek ugye elmagyarázzák ezeknek az eszközeinknek, tehát ennek a fedélzeti adatgyűjtő rendszernek a
ugye a belső szerkezetét, egyrészt ugye a rádiókommunikáció, itt van ugye a duplázás, és kapja mind a kettő a tápot, illetve a memóriába küldi, majd azt onnan felsugározta volna a földre, haladjunk tovább. Itt ez pedig a landernek, tehát ennek a hoppernek, az ugrálónak az ábrája. Tehát ugye egy rugó az ugye ezeket a fölhúzott lábait, mint egy szöcske, az kilőtte volna, és akkor így ütögette volna a felszínét a Phobosnak, és az lett volna a terv, hogy igazából a leszálló egységnek hát ugye a környékét végig ugrálja, és akkor azt a leszálló egység, ami innen hiányzik az ábráról, az érzékelte volna ezeket az ugrálásokat. No, elérkeztünk arra a pillanatra, amikor újabb nemzet jelent volna meg a Marsnál. Ők, hát ugye a japánok 1998. július 3-án. Tehát igen. Az azt jelenti, hogy tulajdonképpen a Marshoz ment eszközökön más nemzetek, amiket az előbb ugye itt ugye felsoroltam Magyarországgal együtt, utána tulajdonképpen Japán volt az, aki viszont abszolút önállóan eszközt küldött a Marshoz. Ez is gyakorlatilag részsiker, itt például a Földet és a Holdat látjuk az egyik flyby után, tehát egy ilyen hintamanőver után, így nézett ki a kis űreszköz. 2003. december 14-én elrepült a Mars mellett, és aztán utána, mivel úgy ítélték meg, hogy nem maradt neki elegendő mennyiségű üzemanyagja ahhoz, hogy biztonságosan a Mars körüli pályára lehessen állítani, gyakorlatilag feladták. Jó, ez volt a következő új nemzetek, az ISA-nak az első eszköze, amelyik úgy hívták, hogy Mars Express és a Beagle 2, ez a Mars bolygó vizsgálatára indított ISA program, tehát az Európai űrügynökségnek az abszolút saját eszköze. Ez azt hiszem, hogy ez Ariánnal ment, elnézést, azt éppen nem tartalmazza az információ tömegem. Indítása 2003. júniusban volt, akkor igen nagy sajtóvisszhangja volt, hogy ez a Beagle nevű angol leszálló egység, ez nem tudott jól leszállni ellenben, viszont itt is van egy magyar részvétel, a KFK RMK-i, illetve az SGF KFT-nek a részvételi, egy földi ellenőrző berendezést készített az ultra ibolya és infrared légköri spektrométerhez, ez a SPICAM, illetve egy földi ellenőrző berendezés a látható és infravörös tartományú spektrométerhez, amit Omegának hívtak. Milyen egy ilyen földi ellenőrző berendezés, amelyik elsődlegesen és másodlagosan is funkcionál, elsődlegesen például a hardvernek a fejlesztése során imitálja, szimulálja azt a elektronikai helyszínt, ami majd kint a világűrben fogja érni az adott űreszközt és a kísérletet, például ilyen előkísérleti próba műadatokat szolgáltat, és hogy azt hogyan tudja feldolgozni ez a repülő űreszköz majd, illetve utána, amikor jönnek az adatok, akkor az adatoknak tehát már az éles adatoknak, ami az adott helyszínen, például a Marsnak a környékéről jön, akkor tulajdonképpen ugyanabban a módszerrel, mint ugye a kísérleti fejlesztés alatt, fogadja ezeket az adatokat, összegyűjti, és hát ugye a későbbi kutatáshoz eltárolja, illetve akár még rendszerezi is ilyen egy ilyen földi ellenőrző berendezés, nemzetközi szóval EGSE, az Earth Electrical Ground Support Equipment.
2004. április 2-án ismét, hát nem feltétlenül új nemzetek, de valójában igen, mert addigra már több tagja lett az ISA-nak, tehát akár így is lehet mondani, ez volt a bizonyos Rosetta és a ő rajta való filé nevű üstökösre leszálló egységnek a flyby-ja, tehát átrepülése egy ilyen gravitációs lendítés alapján a Mars mellett, és úgy vettem észre, hogy a nemzetközi szakirodalom, mivel flyby-ként, tehát nem véletlenül, azaz nem keringő egységnek szánták, hanem szándékos flyby, ezért azt sikere végrehajtotta, és elment a Mars mellett, tehát ezért ezt a nemzetközi irodalom egy sikeres Mars látogatásnak veszi. Azt akkor gyorsan elmondom, hogy a Dust Impact Monitor pormérőt az Energiatudományi Kutatóintézet készítette, ahova mi most kerültünk át, akkor még ALKI-nek hívták, Atomenergiai Kutatóintézet, illetve a fedélzeti számítógépe akkor RMK-nak hívták, most Wignernek, de az a társulat készítette, aki most átkerült az LK-ba, illetve a tápegységét a Budapesti Műszaki Egyetem készítette ennek a filének. Az elején nem pontosan jól mondta Gyuri, mert én nem a fejlesztésében vettem részt, hanem a nyomtatott áramkörnek az űr körülményekre való elkészítésével, tehát avval a CAD/CAM dizájnnal, tehát az áramkört magát nem mi, hanem az azóta elhunyt Gödri Botond kollégánkkal együtt készítettük. Maga, hogy mondjam, a kuli munka az az övé volt, és az egész rendszer, amiben ugye beillesztettük az egész akkori számítógépes CAD/CAM rendszert, az volt az enyém, és hát utána az ellenőrzés is. Természetesen, amikor ez már elkerült az ISA-hoz, ők ugyanúgy újra az ottani, hát ugye protokollokon végigvitték, tehát hogyha mi, vagy esetleg a BMS-ek hibáztak volna, az nem kerülhetett volna fel az űreszközre, de ez ugye nem történt meg, tehát ott ült ezen a űreszközön a nevezzük ugye, hogy a mi kis két kezünknek a munkája, amelyik itt elrepült a Mars mellett, ez egyfajta reklám lenne azoknak, akiknek vannak olyan vágyaik. Kaptam is egy ilyen e-mailt, vagy ehhez hasonló e-mailt, hogy ilyen jellegű projektekben részt akarnának venni, hát itt a lehetőség rá. Aztán lett volna 2011-ben egy Phobos Grunt nevű társulat, amit az előbb rosszul mondtam, Japánnak neveztem, de ez egy kínai eszköz lett volna, azért került ide, mert új pályázó, hát ugye a kínaiak, egy ilyen hátizsák eszközként ugye megjelentek ezen a bizonyos Phobos Grunton. Az volt a baj, hogy az anyahajója, tehát ez a bizonyos Phobos Grunt, ez nem hagyta el a földkörüli pályát, és akkor volt is itt Magyarországon ilyen, nem mondanám hisztériának, hanem inkább figyelemfelkeltés arra, hogy innentől kezdve ugye lehet látni, hogy nem tervezett pályára kerülő üreszközök visszaeshetnek, és esetleg hát ugye lakott területre, ha esnek, akkor arra hogyan kellhet esetleg riadóztatni az embereket, de ez is azt hiszem, hogy valahol valamelyik óceánban landolt, hiszen az a legnagyobb felszíne, az óceánok fedik be a leginkább a Földet. 2013. november 5-én volt egy Mars Orbiter Mission Mangalyaan, ez indiai. Tehát itt van az, hogy lám az útra tért a Marshoz India, ez volt az a bizonyos mém szöveg, ami hát ugye bekerült az ismertetőre, tehát úton van India a Marshoz, sőt olyannyira, hogy már ott vannak ebből a bizonyos indiai PSLV-t C-25-tel, azaz a 25. számú PSLV rakétával jutottak el, és ők egyszer nemes egyszerűséggel ugye Mars keringő küldetésnek hívták, de azért elnevezték ebben Mangalyaannak.
a Satish Dhawan Space Centerből indították el, a Shirakorita, nem tudom kimondani, pedig többször gyakoroltam, Shirakorita első indítőpadjáról. A Mars Orbiter misszió az volt az első olyan küldetése Indiának, egyébként már rengeteg rakétájuk ment ide-oda, amoda, meg ugye távközlési műholdja, stb., de ez volt egy olyan, amelyik egy elliptikus pályára állt a Mars körül, mindezt sikerrel tette. Ez elsősorban egy technológiai teszt küldetés volt, és, ahol azokat a már előbb is említett kritikus pályamanővereket ugye gyakorolták, illetve hát egyáltalán az űrtechnológiának ugye a működését, de azért volt egy-két mérőműszer is rajta, hát ugye korlátozott mértékben a Marsnak a légkörét az alábbi öt kísérlettel, a színes kamerája, infravörös hőkamera, amelyik ugye leképezte az egész spektrumot, amit hát ilyen infravörösben lehet látni. Ez volt egy ilyen infravörös képalkotó spektrométer. Tehát ugye az infravörös az egy viszonylag hosszú, félig meddig látható ugye hullámtartomány, amelyben, hogyha ugyanarról a területről spektrálisan szét van bontva az információ, akkor az erre megfelelő kutatók sokkal okosabbak lesznek, mint egy egyszerű szemrevételezéssel, tehát például az emberi szemnek a látható képtartományában, spektrumában készített kép alapján, tehát ezzel a spektrummal, az infraspektrummal sokkal több információhoz lehet jutni. Akkor volt neki egy metán érzékelője, és egy Mars külső természetes összetevő analizátor, amelyiknek ez volt a neve, hogy Menka, és egy Liman alfa fotométer, aki mondjuk kémikus, az tudja, hogy mi az. Itt van az a bizonyos pálya, amivel mégis Gyuri elkezdte az egészet, hogy hogy lehet megközelíteni a Marsot. A két bolygó között, ellentétben a Star Wars-os őrületekkel, hát nem hajtóművel mennek az űrhajók, hanem nagyon kicsi, rövid ideig, mondjuk tételezzük fel, hogy eljutottunk a Föld körüli pályára, és onnan egy nagyon rövid ideig, vagy pedig többszörös ellipszisre helyezéssel ez a bizonyos kétfajta módszer, egyszer csak eljutnak egy olyan pillanatra, amikor a többszörös ellipszisre helyezéssel eljut egy olyan sebességig az űrszonda, amikor meg tudják lőni ugye a Mars felé. Ez ahhoz hasonlít, mint amikor például egy kalapácsvető elkezdi forgatni a kalapácsot, és nem elsős funggal dobja el, mint mikor mondjuk egy indián elhajít egy ilyen tomahawkot, hanem sokkal inkább hasonlít ahhoz, hogy egyre nagyobb sebességre teszel, mint amikor ugye a kalapácsvető bepörög, és a végén eldobja. Tehát igazából egy dobópályára kerül az űrszonda, és gyakorlatilag semmit nem csinál menet közben, hanem várakozik, míg ebből a dobásból elér a nevezik ugye a Hohmann pályának ugye a csúcsára, amikor is már hozzá simul a Marsnak a pályájához, tehát nem is nagyon lesz sokkal nagyobb neki a sebessége, de azért valamennyivel hosszabb, és ezt általában ilyen légköri fékezéssel, illetve előtte azért a hajtóműveknek az ellenkező irányba való fordításával, tehát többnyire maga az űreszköz, ugye, hát hogy úgy mondjam, farolva érkezik meg a helyszínre, hogyha a hajtóműveit használja, és vagy lehet utána légköri fékezés, aerobraking, majd ezt fogjuk látni, most nem akarom lelőni a poént, szóval majd mindjárt odaérünk.
akkor volt egy második sikeres ISA misszió, ez azért fontos, mert ez az ExoMarsnak a trészgáz orbitere, tehát a gáznyom érzékelő keringő egységben volt alapvető magyar észvétel, azért van itt piros-fehér-zölddel írva. Közben valami itt lejött nekem. Igen. Az ISA-nak tehát ez volt a második Mars missziója, amelynek már egy olyan fő célja is volt, hát ugye kimondotta, hogy létezhetette élet valaha a Marson. Ennek nem ment oda közvetlenül, hát ugye mikroszkóppal megvizsgálni, hogy van-e esetleg a mikroszkópnak a lencséje alatt egy sejtű, hanem az, hogy azokat a feltételrendszereket, amiről már itt az előbb is beszéltem, vizsgálja, hogy például van-e víz megfelelő mennyiségben. Tehát ugye nézzük, és ennek az ExoMarsnak lesz majd egy 2022-re tervezett indítású második missziója, ez egy második indítás lesz, ahol egy rover és egy felszíni platform kerül elküldésre. Tehát akkor ez a bizonyos kamera koncepció egy High Sky műszerből származik, ami eredetileg NASA terv volt, és ez igazából egy ilyen általános űreszköz lett volna, egy ilyen planetáris kamera, aztán a végén az volt, hogy ebből a NASA kiszállt, és tehát 1 méter per pixel közel egyidejű színes sztereó képet kell egy ilyen előre definiált eszköznek készíteni, amelyet lehet például használni a vízjég megkülönböztetésére, a lehetséges gáznyomok forrásainak a megkereséséhez, illetve hogy hogyan változik a felszín, tehát az egymás utániság van nagy segítségül. Végül is hát az ISA volt, aki kifejlesztette ezt a színes és sztereó felületi képalkotó rendszert, CASSIS-nak hívják, és az első trészgáz orbiterhez lett ugye hozzá csatolva. Ez a bizonyos CASSIS, ez egy nagyobb teljesítményű, gyorsabb és csökkentett tömegű eszköz. Itt vannak a fényképek, a Scaraperi, amelyik sikertelen volt. Ja igen, itt van egy definíció. Míg másutta, ahol több hely van, ott ki szokták írni, hogy nem sikerült. Én egyszerűen egy ilyen aláhúzás jelet tettem, még rögtön a legelején is, tehát abban bizonyos nagy összefoglaló listába, amelyik sikertelen volt. Tehát ez a bizonyos Schiaparelli nevű leszálló egység, ez nem volt sikeres. Ja, itt van a elhelyezkedése ennek a CASSIS-nak, ez egy ilyen mozgó platform, amelyiknek ugye a vezető principál investigatora az a Berni Egyetem volt, és egy évvel az indulás előtt nem boldogultak, és hát ugye szétnéznek a világban, hogy kit lehetne fölkérni, és az SGF Kft-t kérték fel, ennek a CASSIS-nak a Command and Data Management, tehát vezélő és adatgyűjtő szoftverének a kifejlesztésére. Egy optikai csatorával állítja elő, ami közel egyidejű ezeket a sztereoképeket. Ez úgy van, hogy 10 fokkal előre mutat az első képhez, majd elfordítja 180 fokkal, nem így, hogy fölfelé nézzen, hanem így elfordítja 180 fokkal, és így, mivel közben odébb halad, ezért a teljes, hát ugye konvergencia szög, azaz, amikor rábandzsítunk valamire, például az ujjunkra, ez ugye, amikor a szemünk is konvergál, összetart, ez az összetartás, ez 22,4 fok. Itt esetleg vágyfülűeknek itt hagyom ezt, aki majd később el akarja olvasni, hogy leírásban hogy néz ez ki angolul, tehát igazából, ha igazán van egy nagy képünk, egy 2048x2048, az még ugye valamikor nagy képnek számított, akkor azt hogy lehet összetömöríteni ahhoz,
hogy adatforgalomba be lehessen illeszteni. Itt van egy általános tömörítési algoritmusnak a fényképe, ami azt jelenti, hogy több ilyen piramis szintű tömörítés készül, és igazából először csak a legelnagyoltabb kép jön ki, illetve azon részletek, amelyekben sűrű a változás, azokat fogják csak lekódolni és tömöríteni, ahol például nagyon kicsi változás van egy egységnyi képen, annak egy nagyobb felületét kódolják csak le, ahol pedig sűrűbb, itt ahol esetleg én bízom benne, hogy lehet látni, az pedig jobban, ami meg már túlságosan sűrű, azt meg megpróbálják az úgynevezett elérhető maximumra tömöríteni, és hogyha az hát ugye nagyon hasonló, akkor egy hasonlósági definíciót ad hozzá, röviden összefoglalva, igen, és ennek a végeredménye ilyen szép színes képek, miközben haladnunk kell. Hát igen, ugye itt van az, hogy egy az Isten, Allah és Mohamed az ő profétája, nem vicc, ez többször elhangzott az araboknak, az indításán 2020. július 19-én és 2021. második hónap 9-én volt, amikor az arab emirátusoknak az arab emirátusok felségjelű űreszköz elérkezett a Marshoz. Miért mondom ezt? Nézzük csak gyorsan végig, hogy itt miről van szó. Ugye arab lenni gazdag, megvásárol dolgokat. Majdnem így van, nem teljesen így van, mert nagyon komoly elhatározás volt, majd azt is mindjárt fogjuk látni, politikai elhatározás volt az araboktól, hogy létrehozzanak egy ilyen űreszközt, természetesen nem teljesen önállóan, hanem szétnéztek a világban, és megrendeltek, pontosabban mondva szerződéseket kötöttek beszállítókkal, illetve a ő nekik rendelkezésre álló, én ahogy most ebbe beleolvastam, tehát igazából nagy dicséret nekik, hogy ami nekik rendelkezésükre állt, azt mind istenesen beletették. Na, akkor nézzük, hogy ki volt ebben a résztvevő. Azt mondja, hogy Laboratory for Atmospheric and Space Physics, tehát ezt értjük, mert nemzetközi szavak, LASP, ez egy kutatóintézeti részleg igazából a University of Colorado-nak az Amerikai Egyesült Államokban. Aztán van egy, igen, őket majd utoljára, egy UC Berkeley University of California, tehát ugye a Berkeley-ben levő egyetem, az ASU, a Arizona State University, ASU, szoktuk mi hívni itt úgy magunk között. Ő hozzájuk tartozik többek között az Lunar and Planetary Science Conference-nek a szervezése, ami évenként szokott lenni Houstonban, az ASU EDU, hát ugye végű helyszínekről kapjuk az e-maileket ezzel kapcsolatban. Akkor a rakéta az a H római 2A, vagy pedig hát ugye itt látható, hogy H2A Mitsubishi Heavy Industries, tehát egy japán cég által készített rakéta, és az indítási hely is Japán, a Tanegashima Space Center, Ichi Center, hát ezt igen, nem tudom kimondani jobban, nem vagyok japán, tehát és tulajdonképpen a JAXA, tehát a japán űrügynökség, aki ebben alaposan részt vett, és itt jön a Mohammed bin Rashid Space Center, arról majd mindjárt többet fogunk hallani, itt látjuk a nevét az Alamának, tehát a Hope-nak, azaz reménynek, itten ugye ez arabul van leírva, innen kell olvasni, tehát nem innen olvassuk, hanem innentől ideig innen olvassuk, majd innen jobbról balra, majd utána megint balról jobbra. Tehát azt jelenti, hogy remény. Alamal. Itt láthatók a logók, ez a Mohammed bin Rashid Center, Space Centernek a logója. A
Az Emirátus misszió céljainak megvalósítása érdekében tehát ürügynökségekkel mindenféle megállapodásokat kötött, igazából már elmondtam. Itt egy nagyon fontos szó van, finanszírozza, tehát az Egyesült Arab Emírségek ürügynöksége finanszírozza és felügyeli az egész végrehajtási folyamatát. Igen, a misszió projektvezető helyettese Sharah Al-Amiri, meg hívják, aki tulajdonképpen az összes, főleg evel a három, az LASP-vel, a UC Berkeley-vel, tehát a University of Colorado Berkeley-vel, illetve az ASU-val, az Arizonai Állami Egyetemmel, Arizona State University-vel volt állandó kapcsolatban a pályának a tervezésében és magában a megépítésben, és Orman Sharafnak hívják a illetőnek a nevét. Nagyon hasonló nevű dékánja is van a Budapesti Műszaki Egyetemnek, csak úgy mondom. A Hope nevet tehát azért választották, mert az optimizmus üzenetét küldi az arab fiatalok millióinak. Mondja Mohammed bin Rashid al-Maktoum Sheikh, az ő nevét már 2013-nak a környékén módunkban át gyakorolni, mert Horváth Andráshoz valahogy elkerült egy fölkérés, hogy esetleg magyarok is becsatlakozhatnak, de hát ugye látjuk, hogy volt megfelelő konkurenciánk, úgyhogy végül is mi ebben nem kerültünk bele, de a Mohammed bin Rashid al-Maktoum nevet már akkor megtanulhattuk. A kinyert adatokból viszont világszerte több mint 200 intézménnyel ingyenesen és szabadon megosztják. Ezt nevezzük megvalósításnak, de igazából ez benne van a politikai céljukban is. Nagyon fontosnak tartom pillanatnyilag a tevékenységben egyáltalán, főleg az űrkutatásban a politikát, illetve hát innen látjuk, hogy a Mohammed bin Rashid al-Maktoum három üzenetet említett, amikor bejelentették a missziót. Az első üzenet az a világnak szól, hogy az arab civilizáció egykor nagy szerepet játszott, ugye arab számok az emberi tudás elősegítésében, és újra ezt a szerepet fogja játszani. A második üzenet az arabok felé, hogy figyeljetek, kedves testvéreink, semmi nem lehetetlen, és hogy a tudásért folytatott versenyben felvehetjük a versenyt a nemzetek legnagyobbjaival, üzenték ezt. Hát persze, hogyha 3-4 amerikai cég besegít, akkor nyilván egyszerű, de mint hangsúlyozom, a harmadik üzenet azoknak szól, hogy a legmagasabb csúcsok felé törekszenek, ne korlátozd az ambícióidat, mert még az űrbe is eljuthatsz, és még mellesleg december 2-ára az Egyesült Arab Emírségek függetlenségének 50. évfordulójára, illetve már az előtt odaérkezett a Marshoz, ugye emlékszünk rá, hogy nálunk is voltak ilyen áthadások, hát ez benne ugye a politika, és az, hogy Mohammed bin Abdul al-Gergavi szerint a misszió költsége 200 millió amerikai dollár volt. Négyzet alakú, 1350 kiló, itt látható róla egy kép, 2,5-szer, körülbelül 2,5-szer 3 méteres, az ugye nagyjából egy ilyen kis autó, 900 wattos napelemei voltak, egy nagy high-gain antennája van, 1,5 méteres, avval a földdel kommunikál. Ugye kiterjesztette ezek a napelemét, akkor szélesebb volt. Ez csak az alap. 120 newtonos tolóerő volt, amellyel tudják szabályozni most is pillanatnyilag a Mars körül. Egy nagyon fontos dolog, ez pedig a tudományos célja is, ez az araboknak az érdeme nagyon. Egyszerűen megvizsgálták azt, hogy az eddigi Mars tudást mivel tudnák kiegészíteni. És ez volt az, hogy ez a bizonyos csapat három műszert
talált ki, és azt, hogy egy magas szuperszinkron pályát választottak azért, mert így ez volt az a hiánypótlás, hogy átfogó képet tudnak úgy a Mars légköréről adni, hogy 20 ezer kilométer és 43 ezer kilométer között keringenek 55 óra keringéssel, és így meg tudják figyelni a napi változásait a Marsnak, illetve az évszakait, a Mars teljes felszínét átfogva, és tulajdonképpen ők az első Mars időjárási műhold, amelyik sikeresnek tűnik, mert ugye a Mars Climate Observer az ugye a két mértékegység összekeverése miatt szíveskedett belecsapódni a Mars felszínébe, és a Mars, tehát az elődje, a marsi víz történetét lehet majd reprodukálni a kutatások sokaságával. Ez valahogy kétszer került leírásra. Ja igen, igen, nem kétszer, hanem szándékosan. Itt ugye le van írva, hogy ez a három műszer, mert az előbb csak említettem. Tehát a három műszer, az Emirates Exploration Imager, EXI, egy többsávos kamera, UV, RGB is, tehát ez egy tényleg igazán soksávú, mint az előbb említettem, csak infravörösbe, ez aztán a teljes érzékelhető, tehát egyáltalán érzékelhető fénysávot összefogja, így víz, jég, por, aeroszolok, ózon mennyiségére tud következtetni. Megint Emirates Mars Infrared Spectrometer, az EMIRS, ugye? EMIR, egy interferometrikus, termikus infravörös spektrométer, amelyet az arizonaiakkal, illetve ez a Mohammed bin Rashid Al Maktoum Space Center fejlesztett ki, tehát a egész légköri hőmérséklet, hát ugye profilokat állít fel, jég, vízgőz, por. A alsó és a középső légkörre lát rá Isten igazából, tehát azt tudja feltérképezni, és akkor van egy Emirates Mars Ultraviolet Spectrometer, EMUS, távoli ultraibolya, tehát ez igazából ultraibolyán túli spektrográf. Hát nyilván tudják, hogy mit lehet ebből észrevenni, igazából a hidrogén és oxigén kiáramlások, tehát ugye úgy hívják, hogy koronáknak a mérésére való. Így néz ki, ezt már mondtam, 1350 a mérete is, így nézett ki, itt ugye az összeszerelő műhelyben ugyanez. Kicsikét nagyobb képben ez a high-gain antenna, itt az emberek ott a áldigálnak mögötte, hát volt olyan kép is, ahol előtte áldigálnak, de azt meg lehet nézni. Oké, akkor az arabokkal kész vagyunk, és Kína. Kína immáron sikeresen fölkerült a Marsot meghódító nemzetek közé, mint új nemzet, tehát önállóan, mégpedig egyszerre nagyon nagyot ütött. 2020. július 23-án indult a Tianwen mennyei kérdések, vagy az égbolt kérdései, ugye prózai fordításban, keringő egyszer és keringő és leszálló egység, amelyen a 2021. május 14-én leszállt Chungzhou, vagy Zhurong, alias tűzisten, rovert helyezte le, vagy engedte le a Marsnak a felszínére, és van neki egy távoli kamerája, amit lepakolt a lander. Hát igen, itt van a nevei, tehát keringő egység, kamera, leszálló, lehelyezhető kamera, és ez a bizonyos Chuzhong tűzisten rover. Ugye a görög mitológiában Prometheus volt, aki ellopta az istenektől, lehet, hogy éppen a Chuzhongtól, azaz a tűzistentől, nyilván teljesen két egymástól függetlennek vélhető, ugye, hát ilyen mondavilág.
Körülbelül 5 tonnás űrhajó az egyik a legnehezebb Mars szonda, így ezáltal, de még mindig nem méri el a Cassini űrmissziót. Ellenben van rajta 13 tudományos műszer, és az első Kína bolygó kutató programja sorozatában. Na, az én rám jellemző módon, aki idáig hűséges volt hozzánk, az vagy később kiokumlálja, hogy mi ez a bizonyos YouTube link, ahova föltettem ezt a videót, amit most megpróbálok lejátszani. Nem tudom, hogy az át fog-e menni, úgyhogy rögtön visszajelzést kérek. Én azt mondó vagyok így a háttérből, mint háttértámogatás, hogy én ezt a linket, ha megkapom mondjuk a chatben, inkább bejátszom direktben, nem tudom milyen hosszú, de sokkal jobban járnak a nézők. Akkor, hát, akkor Popisz egy pillanat. Popisz ki ezt a linket, rakd be ide nekem a chatbe, bármelyik chatbe. Jó neked, olyan akkor egy pillanat, itt meg kell szüntetnem, és egy pillanat előző, akkor ki kell lépnem. Ezt még látod? Ajaj, mindent látok. Na, akkor innen ezt megpróbálom megosztani. Mindenki értse, miről van szó. Az élő adásba ezen a technológián keresztül kicsit szakadozottan jön, de ez a szoftver annyira ügyes, hogyha megkapom a linket, és elviselik a kedves nézők a háttérkattingatást, mert azért majd nekem is kell, akkor élőben, hifiben és hanggal, a legfontosabb, hogy hanggal fogják hallani. Nem lesz neki hangja. Várjál, nem teszi be, mert pillanat, ezt itt nekem nagyon ki kéne másolnom, ugye? Az igen, jobb egérgomb a másolás. Aha. Megnyomtam, jobb egérgomb beillesztés. Hova illeszted be? Nem, hát a Skype-unkra, kolléga. Á, úgy ott van valami neked, érkezik. Tessé. Izgalom. Izgalom van, valami érkezik. Na most hozzáteszem. De innen érkezett meg? Megnyomtam pedig. Nyom meg még egyszer. Megnyomtam. DK a vége. Másodszor megérkezett. Na kérem. Félreértések elkerülése vége, DK a vége. A háttérben elnézés mindenkitől. Teljesen más logók jelennek meg, mint kellene, de majd mindjárt rendet csinálunk. És akkor most elindítjuk a lejátszást hamarosan. Szólj, ha elindítod, mert akkor én szinkronizálom az enyémhez. Most indul, el is indult. Mit látsz rajta? Valami kilövés, bocsánat, felbocsátás. Igen, egy darab olyan kínai rakéta úgy ottan megy felfelé, ugye? Igen. Akkor most jött a Mars, ott látod, hogy elkezd fékezni, ez amiről beszéltünk, egy 7 hónapos utazás után. Pályára áll. Most ezt a videót, ezt én raktam össze, nem én készítettem, de így ilyen sorba én raktam össze, itt ugye látjuk a hőpajzsot, majd hirtelen kibocsátja az ejtőernyőt, ugye ezt látott te is, Tepi? Így van, nem csak én. Igen, ez nem két, igen, hanem hát egy, csak két darab kamera. Hát ugye két oldalja van neki. Ha nagyon bungee-t, azt láthattad. Aligátorok így látják meg a tyúkok. Igen? Ez pedig a hőpajzsot ott ledobta valahogyan, és igazából a keringő egységről a hőpajzsos leszálló egység, itt fordítva a leszálló egység a keringő egységről készített két képe, ez lefelé néz, ez a leszállásnak a folyamata, ugye? Ott igen, a, hogy igen. Ugrálnak a kráterek, ugye? Pontosan. Jó, és akkor itten egyszer csak, majd mindjárt, ugye, hát ahogy lefelé ér egyre jobban lassú, majd bekapcsoltak a fékező rakéták, és az első körpanorámát látjuk. Ez azért érdekes, ugye, mert ez az űreszköz maga készítette képeit láthattuk. Ez szimuláció, és az ováció mindjárt látható, ahogy a kínaiak, ők úgy gondolták, hogy ezt beadják így, és itten bejelenti, hogy a rover leszállt. És tapsol mindenki szabályosan. Az utópia planétájába, és hát ugyanúgy viselkednek a kínaiak, mint az összes többi ilyen zűrkutató, és itt elmondta, hogy felsorakoztunk a harmadik nemzet közé, akinek mindenféle kapacitása és képessége van a Mars meghódítására. Hát itt az utolsó néhány
ő általuk sugárzott ugye kép. Itt a helye neki, tehát az egyik leszállás előtt, a másik a leszállás után, itt jobb oldalt felül lehetett látni, a rovernek a saját kameraképei, amiben látható, hogy hogy hagyja el a lander egységet a rover. Itt letette azt a felszíni kamerát, ezt állítólag a felszíni kamera készítette, amikor visszament, hát amiről beszéltem, hogy van egy önálló kamera, itt elkezdi mutogatni az ejtőernyőt és az ejtőernyőhöz tartozó pajzsot, tehát az nem a hőpajzs volt, hanem ez az ejtőernyős fékezéshez való kis burkolat volt. Ugye a légkör ne tegye tönkre, de az már nem hőpajzs volt. És itt összefoglalja azt, hogy a kínaiak képességei nagyok, 2016-ban az első kvantum műholdat bocsájtották fel, sima leszállást hajtottak végre a Hold túloldalára, visszaküldtek mintát, ahogy írták, és hamarosan elkezdi építeni a Kína az űrállomását, és ilyen csillagközi rohamosztagos ugye arcmaszkban fognak majd tevékenykedni. Rendben, visszaadtalak a társaságnak, folytathatod a prezit. Jó, aztán utána megint jön egy videó, azt nem tudom, hogy azt föltöltöttem-e már, vagy nem töltöttem-e föl, pillanat, az mindjárt kiderül. Az pedig itt is van egy YouTube link, azt is átküldöm. Küldd át, kérlek, és ugyanúgy lejárt. Ez tulajdonképpen a Perseverance. Elnézést kérek mindenkitől, de az amerikaiak, hál' Istennek, kitartóan és találékonyan reklámozzák az űreszközüket, tehát ellentétben a többi ekkel arra jóval kevesebb figyelem irányult, és akkor küldöm neked, és 2 perc 36 másodpercre ugorjál. Gondolt, hogy ez könnyű lesz, megpróbáljuk. Szeretném másolni, hát várjál, nem olyan egyszerű, majd mindjárt, azt mondja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, talán így sikerül, Ctrl Cecil, na most úgy néz ki, sikerül, bele a Skype-ba, bemásolom, beillesztem, elküldöm, és te megjeleníted, és 2 perc 36 másodperctől gyorsan lejátszod. Nagyon erősen drukkolok, hogy eljussak odáig, akkor további türelmet a kedves nézőktől. Hát elvileg én is le tudnám játszani, de azt mondom... Sokkal élvezetesebb így. Elindítjuk. Ennek van zenéje, hangja. Nagyon gyorsan fogja. Nem baj, jaj, belekeverem. Ez most adásban megy? Igen, belemegy reklám. Nagyon elnézést kérünk mindenkitől, és dögöljön meg minden. 2 perc 36. Igen. 2 perc 36. Óruk! Igen. Szólj, ha megy. Igen. Azt látod, hogy repül egy ilyen helikopternek az árnyékát, látod, és ez a 13., tehát úgy néz ki az utolsó sikeres repülése a Ingenuity-nek, tehát ugye a találékonyságnak. Ami érdekes, az az, nem tudom, te hallasz most menet közben? Mindent hallok, meg mindenki mindent hall. Jó, rendben, tehát az a lényeg, hogy ez egy olyan üledékes felszíne a Marsnak, amirel egészen bizonyosak benne, legalábbis a kormányzatuk felé továbbított reklám célokból, hogy ez már tényleg olyan üledékes felszín, ami víz alatti felszín is volt valaha, és annak a abszolút, hát ugye kiszáradt részét látjuk, és abban bíznak, hogy ha valahol, akkor itt életnyomokat fognak majd találni. És igazából én elérkeztem az előadásomnak a végéhez, ami nem teljesen igaz, mert még van egy összefoglalom.
Visszaadtunk. Prezentációt indítsd, még egyszer elnézést kérek a Az bejött reklámért. Mi a vetítés az aktuális diától kezdve? Beugrott reklámért, erről nem volt szó, hogy a lejátszó közvetítő szoftverünk hivatalos verziójának a... Politikai reklámot sugárzott. Igen. Volna. Nagyon-nagyon röstellem. Azok nevével, jó, hát találtam. Elnézést, urak, sajnos a YouTube ilyen, hogyha nem vagyunk előfizetve. Az a baj, hogy az a baj, is tudsz előfizető lenni, mert valaminek a nevében elindul. Na ennyi, folytasd. No, tehát új nemzetek a Marsnál összefoglaló, nem tudom, hogy mennyire látható ez. Itt összefoglalva van, amiről idáig beszéltem, ez esetleg, hogyha valaki fel akarja később használni, lehet hivatkozni. Van egy olyan következtetés és összefoglaló, ha a két kezdő nagyhatalom, az USA és a Szovjetunió után a holdversenyben célhoz érkező nemzeteket számoljuk, amiket én ott ugye felsoroltam Ausztriával, Bulgáriával, Lengyelországgal együtt, például a Phobosnál, akkor mondhatjuk azt a politikai mondatot, hogy a Marshoz elért műszerek szempontjából holdversenyben a harmadik nemzetek, tehát sok nemzet, de harmadik nemzetek között van Magyarország. Azért mondom holdversenyben, mert hiszen egyszerre értek oda, nyilván lehetne nézni a centimétereket, hogy melyik ért előbb oda, tehát hogy állt éppen az űrszonda, de hát ez ugye hülyeség. Tehát egy a lényeg, hogy azon az űrszondán, amelyet nevezzük Phobos 2-nek, a harmadik nemzetek között vagyunk, akik sikeresnek mondható, vagy legalább félsikeresnek mondható Marsnál működő eszközöket készítettek, és ez nálunk például a KFK is Marenf Mariprób volt. Ennyi így akkor röviden, tehát óvatosabb fogalmazásban benne voltunk az élbolyban az eddigi eredmények alapján, és ahogy lehetett látni, több alkalommal itt valahogy nem színeztem be újra, de ugye láttuk, hogy az ISA-nak az első missziójában félig meddig bent voltunk, illetve olyan értelemben, hogy a földi ellenőrző eszközökkel, tehát nem volt repülő példány, ellenben viszont ezen a Phobos 2-n volt olyan műszer, amit gyakorlatilag magyarnak tekinthetünk, az előbb említettem, illetve az ExoMars-nál van olyan magyar szoftver, amely úgy néz ki, hogy kiválóan működik, illetve az SGF Kft.-nek az eszköze. Én ezzel szeretném zárni ezt az előadást. Ha van kérdés, akkor állok elébe. Nem hallom, amit mondasz, Tepi, csak látom, hogy beszélsz. Nem hallom, amit mondasz, Tepi, csak látom, hogy beszélsz. Továbbra sem halljuk. Esetleg Gyuri? Igen, nem, megvan egy virtuális tap zajlott, és ezt mondtam neked a háttérben, hogy éppen egy virtuális tap zajlik, hogy a kedves Pali, viselkedj úgy, mint akit éppen megtapsolnak, de hát ezt ugye nem sikerült. De azért, na, köszönjük szépen az előadást. Gyuri a szó. Akkor én is köszönjük szépen ezt a tényleg nagyon részletes, mindenre kiterjedő előadást, és azt hiszem, hogy ennyi technikai részletet senkitől nem hallhattunk volna, mint Palitól. Tehát akkor már nem említettem meg a bevezetőbe, most volt a pénteken a kutatók éjszakája, ott is egy erősen technikai jellegű előadások folytak. Ugye Fűrész Gábor részéről a fényképelemző készülék, a 3D spektroszkópia bemutatása, illetve hát most a Pali részéről az űrkutatásnak ez a technikai része, és nagyon sok részlettel. Van kérdés. És elnézést, ugye most a Ánikolat, nézők, van kérdés. Igen, bepillanthattak kicsit a háttérmunkába is, mert hát a technika az ilyen.
Akkor a kérdésekre, Pali. Mondom a kérdést. De nem kell, de úgyis kinézek a képernyőben, hogy a kérdés a másik képernyőn van. Szóval Zsolt kérdezi a lényegét, azt mondja, hogy önnek, mint űrmérnöknek, ez az önnek, ez te vagy, kedves Pali, nyilván ki más, mi a véleménye a most létrehozott űrtechnológiáért felelős állami kezdeményezéshez, és ha megengeded ezzel kapcsolatban, arra lenne kíváncsi, hogy ön szerint mi a fő cél, amit képesek lehetünk megvalósítani vagy elérni, van esetleg valami konkrét terv, és nagyon köszi a választ. Hát ez mindig úgy van, hogy én is vagyok valami szinten. Én egy középvezetői szinten vagyok, nem vagyok felső vezető. Úgy érzem, hogy a kezdeményezés jó és jogos. Nyilván sok megvalósító ész kell hozzá. Politikai akarat, az úgy látszik megvan, a politikai akarat mellé szándék is, nem jól mondom, a szándék mellé, a politikai szándék mellé pénzügyi akarat, a pénzügyi akarat mellé felsorokozott társulatok, akik felkészültek, és tényleg végre tudják hajtani a bevállalt feladatot, vagy legalább megrendelni tudják, ezek nem tudom. Igazából én azt mondom, hogy kell egy időutazó gépet készíteni ehhez a kérdéshez a kérdés feltevőjének, és amikor már eltelt 10 év, akkor kell ezt a kérdést föltenni, vagy onnan kell megszerezni a választ hozzá. Én úgy érzem, hogy tehát a semminél bármi jobb, és ez meg már nem semmi, amit most pillanatban szánnak az űrtevékenységre. Nagyon jó válasz volt, szerintem. Még egy technikai dolog, egy előző kérdés is van, csak bocsánat, itt átugrottam, és ez engem is érdekelne, hogy amit láttunk az előbbi kínai összefoglalóban, abból melyik volt a valós leszállás, és melyik az animáció? Az most nem, nekem is összefoglalom. Igen, tehát mint említettem, ezt én szedtem össze legalább 6 vagy 7 videóból, próbáltam úgy összerakni, hogy időrendben stimmeljen, kivéve ugye a legvégén, amikor nem akartam kihagyni, hogy szimulációt mutattak a kínai hírügynökségnél, tehát az a bizonyos, amikor úgy föntről úgy leszállt az űreszköz. Általában, amikor az űreszközt magát látjuk kívülről, az szok lenni a szimuláció. Tehát az entry... amikor ugye a behatolás volt, meg a megközelítés. Na, az indítás, az láttuk, rakéta felszállt, az elviekben nem szimuláció, hanem valóság. Utána a pálya, amikor pályán van, és ott megközelíti a Marsot, a szimulációt látjuk kívülről az űreszközt. Meg hát, igen, tehát az az. Amikor az entry, tehát ugye a belépés van, ott is két részlet volt, az egyiknél füstölt a légkör, a másiknál már kevésbé meg ott a kis, hát ugye V-alakú eszköznek, tehát ugye V-keresztmetszetű eszköz, ennek a kupnak az oldalán ilyen mindenféle kipöffenések voltak. A szimuláció, de azt mutatta, hogy próbálja stabilizálni magát a légköri fékezésnél, ez a bizonyos hőpajzsos rendszer, ami ugye védi magát a hasznos terhet, a leszálló egységet. Amikor viszont láttuk, hogy kidobja az ejtőernyőt hátra, az onnantól kezdve valódi felvétel volt, valódi képsor. Hogyha megoszthatnám ezt a képernyőt, mindegy, akkor nem csak mesélném, hanem látnátok is. Hát de, persze, csak ne én vetítsem, mert esetleg másfajta reklámot is kapunk, és elég volt már. Nem, nekem reklámmentes cuccom van. Nekem is az, természetesen nekem tudom, is, csak ebben az alkalmazásban ez nem volt érvényes. Hogy tudom azt mondani, hogy ez legyen Bonsdál, megosztva? Szüntesd meg a megosztást, oszd meg újra, és választ ki. Várja, hol van az? Azt mondja... Sharing is paused, de hova nyomok? Hát valahol ott a stop sharing, piros, ronda piros, nagyon piros. Stop share, igen, és utána megint piros mit mondom? Piros, így van, és akkor azt az alkalmat. Azt akarnám én, share screen.
És akkor válasszam ki azt az ablakot? Az egész screen-t megvan. Oké, rendben. Tehát akkor visszatérve az elejére, nem tudom, mit láttok róla, valódi, inkább csak ugrok. Szimulált. Várj egy picit, még szimulált. Nem láttam megosztás, most már igen. Tehát ez itt szimulált, na, vissza. Az indítás valódi. Ugye? Megközelítés szimulált. Már ez is szimulált itt. Ez látszik, hogy szimulált. Hát nincs, tehát könnyű elképzelni, nincs kamera, ami ott előtte rohan. Ez olyan, mint amikor a volt egy ilyen valami vicces videó, az is valami nagy mém lett, hogy a gyorsfutók előtt egy fényképész hátramenetben sokkal gyorsabban fut, mint maguk a ugye, leggyorsabb futók. Hát ezt ugye pillanatnyilag nem tudjuk megvalósítani. Van olyan kép, amit majd önmagáról készített, azt is mutatom, illetve olyan támogató űreszközük lett volna, mint például, jó tudom, a most nem akarok hülyeséget mondani, na mindegy, tehát az egyik nemrégi amerikai eszköznek volt két kis CubeSatja, amely közvetítette, hogy hogy száll le maga a fő űreszköz. Ez is szimulált kép, mint látjuk. Na, nem szimulált kép, igazi, de kicsit visszább megyek. Amikor ugrálnak a kráterek ide-oda, ugye ez az a rész, nyilván a kamera. Ez elviekben egy Iker kamerának a felvétele, ahol a kieresztett, illetve a légkör által kihúzott, tehát ugye a szembe rohanó légkör által kihúzott ejtőernyő látszik, ez igazi kép. Elviekben ez is egy igazi kép, háttérben a nappal. De meglepően jó a képnek az összeállítása, de azt annak idején tanultuk biztonságtechnikai kamerarendszerekből, hogy nagyon könnyű ma már ilyen több rétegű kiolvasási kamerát csinálni. Ezek igazi képek, pillanat vissza, ez két igazi kép, amikor visszanéz a keringő egységre a leszálló egység. Akkor ezek igazi képek a leszállás során. Itten ugrálnak ez igazi kép, amikor látjuk a fúvókának, az egy darab fúvókának és az oldalazó egységeknek ugye a manővereit. Az oldalazót azt nem látjuk, de ennek a leszálló fékező rakétának látjuk a szétfújt ajzatot. Ilyet lehetett látni a holdra szállásnál a 69-ben, mikor leszálltak az amerikaiak. És akkor, na ezt végül is le is lehet játszani, mert ezek úgyis csak állóképek. Ja. Tehát egymás utáni állóképeket kapunk, amiből egy ilyen videó összeáll. Ez pedig ugye a körpanoráma, ez igazi kép sorozat. Itt lehet látni, hogy az egymás utáni képeket összeillesztették, ez a képeknek a hordósága, itt ugye nincs hordó, mert itt az égbolt van, és ahogy egyre ugye lejjebb nézett, akkor az lett egyre nagyobb a képrészlet. Ez átment? Ez szimuláció. De az a poén, hogy maga a kínai hírügynökség így adta elő magát, tehát ez a CCTV, amit itt lehet Magyarországon is ugye látni, ez a Central China TV május 15-én, ez a szimulációt mutatja, még azt a bizonyos légköri perturbanciát, ami a hő áramláshoz létre, alias délibáb-szerűséget is beleszimulálták. Szóval ellenben nem szimulálta le, hogy fújja szét alul a fújja szét a port. Homokot. Nem homok, az por. Na. Poét. Azt nem mutatták, és itt ugye bemondja a hölgy, hogy sikeres volt a leszállás. Taps igazi.
nagyon sok kínai örül. Ez nyilván szimuláció. Ott a szimulások szimulálnak. Nem. Ilyenkor mindenki nagyon fáradt, hogyha megfigyeled, nagyon igyekeztem elkapni azt a pillanatot, amikor látod, hogy iszonyúan elege van már szegény idős úriembernek. Itt még mosolyom, és nem tudom, el tudom-e kapni azt a pillanatot, amikor látod, hogy már ne rázd annyira a kezemet, a másik is már fogja a fejét, mert annyira fáradta. Tehát nem tudom, volt valaki hasonlóban, amikor nekünk az Abstanovka missziunkat 2013-ban installálták, a kollégák kin voltak, én azt a hálás feladatot kaptam, hogy itthon az összes akkor elérhető NASA, ISA, meg az oroszoknak, a Roszkozmosznak a vonalát rögzítsem, de hát akkor az ember egy ilyen felfokozott idegállapotban van. Ugyanez érvényes rájuk, mit akartunk még mutatni? A kocsi legurulását. Igen, azt akarom mutatni. Tehát ez itt megint látszik, hogy szimuláció, itt ugye ezzel a radarral, ezzel a távolságot mérték, itt lehetett látni már másik szimuláció, figyeled, másik társulat, hogy van felvert por. Tök másik társaság csinálta, vagy pedig ez egy későbbi ugye verzió, ez volt a szemetelő verzió, hogy hát itt lehet látni egy valódi kép, hogy előtte, utána, ez valódi képsorozat a navigációs kameráról, ahogy legördül, ugyanaz a hátsó navigációs kamera, itt elviekben ez a letett kamerának a képe, és nem szimuláció, de hogyha ők hazudnak, akkor én is, ez pedig valódi körvonalám a képen a ledobott úgy volt, hogy az egyik a keringő egységről, nem jól mondom, erről a leszálló egységről, rátekintenek a, tudom mennyire látszik, az ejtőernyő maradványra, és a azt burkoló, hát inkább nevezzük egy ilyen tojáshéjra. Milyen távolságban lehet az körülbelül, hogy most úgy tudjuk becsülni, mert nagyon csalóka, mint ha... Azt írták, hogy olyan 3-4-500 méter. Mert úgy azt mondanám, hogy hú, de messze. Itt van közelről, de hogyha látod maga, az ejtőernyő sem rövid. Ugye? Itt most látható. Ennyi itt szemetet termelni, borzalom. És ez mindig a kezdet. Tehát, ez még működik, ugye? És a hőpajzsot is itt nem mutatták, hogy hol van valahol, ez nem tudom visszaugrani addig. Tehát igazából négy cucc lesz itt állandóan látható, majd később egy a maga ugye a leszálló egység, a hőpajzs, nem, bocsánat, itt van a hőpajzs, bocsika, ez a hőpajzs. És a, ugye a leszállás irányában látható a és ott a léptékja, persze, jó. Az ejtőernyő, mert azt az ejtőernyő, amikor leszakadt róla, vagy levált róla a leszálló egység, akkor az egy ilyen kis irányba eltérően leesett, ugye? És itt van maga a leszálló egység, és abból megy ki a rover. Hát egyszer, hogyha majd tényleg kolonizáljuk a Marsot, hehe, akkor azért lesz mit takarítani nulladik lépésként. Van még két kérdés, mivel hogy fogytál az időnk, meg mindjárt álmosak a kedves nézők. Az egyik az arról szól, melyikkel is kezdjem, amiket nem takarol éppen felirat, tehát azt mondja, hogy hogy állunk a Mars élet, vagy az egykor élet kutatásával, vajon 10 éven belül lesz-e reális esély ennek a kérdésnek a megválaszolására? Egy albizottságnak vagyok a tagja, MT albizottságnak a tagja, ott pont felmerült ez, hogy lehet, hogy ők már rég tudják a tutit, de akkor elzáródnának a pénzcsapok. Ez egy, hogy mondjam, ilyen viccesnek tűnő dolog. Ez a videó mennyire megy át most? Hát darabokban olyan két másodperc egy frém, tehát jó, nem, oké, nem akkor, érdemes. Oké, no, tehát ott tartottunk. Tudom, itt válasszál egy szép képkockát, hogy legyen háttér és válaszolj, azon kívül lesz még egy kérdés. Jó, tehát igazából most kezdegetnek küldözgetni olyan űreszközöket, amelyek föl vannak szerelve azokkal a képességekkel,
amely az általunk ismert élet nyomait ki tudják mutatni. Az egyik az a Trace Gas Orbiter, ez a ExoMars 2, akkor ami képes lehet rá, ez a bizonyos perseverance, tehát a kitartás és az ingenuity, azaz ugye találékonyság együtt, és olyan helyre kell hozzá leszállni, ahol előfordulhat egyáltalán életnyom. Most ez a bizonyos Jezero kráter, ez elviekben egy olyan hely, ahol a szakértők vélik, hogy ott felfedezhetnek életnyomokat, és hát erre tulajdonképpen alkalmas is ez az űreszköz. Hát nyilván a nemzetek közti versenyben ez egy óriási tétel lesz, hogy ki fogja felfedezni az első életnyomat hitelt érdeműen, bár maga Bill Clinton jelentette be az egyik antarktiszi meteoritról, hogy abban prebiotikus életnek a nyomait találták. Nehéz ezt elmondani, ugye az igazán nagy dolgokhoz, az igazán nagy állításokhoz igazán nagy bizonyítékok kellenek, tehát ha valakik legalább hatféle módon egyértelműen be fogják tudni azt bizonyítani, hogy kérem szépen ez itt élet, ne adj Isten, odébb megy, ugye, hogy ez vagy valami, vagy mi valahová esetleg, ha na most ezt a tréfás szöveget a Marsról nagyon szeretnénk hallani igazából, tehát hogy ezt valami kísérlet vagy kísérleteknek a sora ugye támasztaná. Körülbelül itt tartunk per pillanat. Esélyes a Trace Gas Orbiter, esélyes a mostani Perseverance Ingenuity, de szerintem az lesz az igazi megoldás, ha valamelyik gyanút fog, például egy földi egység, akkor annak a környékére fog koncentrálni a keringő egységek tömege, és nyilván politikailag az lesz a legcélra vezetőbb, hogyha egy közös eredménnyel fognak kijönni. Drukkor. Ez általában a Lunar and Planetary Science Conference környékén, vagy valami nagy nemzeti ünnepen, ugye láttuk, arab nemzeti ünnepen. Vali, tekerj egy kicsit vissza a videóba, mutasd már valami szép képet, ha már van illusztráció, mondjuk azt, hogy éppen legurul, és addig felteszem még azt, hogy a gyűjtött mintát mikorra váratok vissza a Marsról? Az jó, tökéletes. Hát ehhez most a jövőt kéne látnom, de mivel annyira hosszú lett így is az előadás, nem készültem belőle, de számos jövőbeli űreszköz van, írtó egyszerű, egy picit türelme, ez most jó ez a kép, amit kitett? Jó, megyek okat. Akkor egy picit türelem, mindjárt mondom a puskámat. Tehát olyan üreszkezők várhatóak, hát, hogy mi a pontos feladata, a Psziché ExoMars 22 kazacsok a fedélzetén, Rosalind Franklin Rovell, a Martian Moon Exploration nem valószínű. Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorer Mission Escapade. Photon Blue and Gold. Vagy a Mars Orbiter 2, Mangalyaan 2, tehát az indiai. Vagy a Chang'e, vagy pedig a Terex, amelyik kifejezetten élet kimutatásra szolgál, nem nagyon írják ezt így, pillanat. Én mert ugyanis... de bár ez, most arról beszélünk ugye, hogy a gyűjtött minták visszaérkezése, tehát Mars kőzet, vagy Mars cucc. Aha. Hát most igazából ebből jók a japánok, mert szíveskedett néhány meteor, vagy aszteroida kiverni a Mars felszínéből marsi meteoritokat, tehát számtalan, a legnagyobb gyűjteménye ebből Japán van, ilyen alha meteoritok vannak, amelyek szíveskedtek ide rökködni 18 millió év átlagos statisztikus becsapódási idő után leesnek a Földre. Mostanában is esnek le a Földre, mert az Antarktisznak a felszíne
jégből van, tehát igazából régi, mondom, minimum 18 millió évnél régebbi marsi meteoritok tömege áll rendelkezésre a Föld felszínén, tehát egyszerűen azért, mert a Marsnak kisebb a tömegvonzása, mivel kisebb a Marsnak a mérete, és az oda becsapódó, igen nagy zűröket okozó impaktok, azok ki tudják verni a Marsnak a felszínéről úgy, hogy a szökési sebességet el tudja érni, vagy megfelelő, szintén ilyen flyby manőverrel, például a Phobos nevű holdja képes arra a Marsnak, hogy kilökje ezeket ugye a bolygóközi térbe, és akkor ott azok a mindenféle perturbációk, meg más egyéb ilyen gravitációs lendítő mozgások, mint amiben például a Jupiter is néha be tud dobni egy-két aszteroidát ugye a belső vidékünkre, olyan együttállásoknál, akkor ez előbb-utóbb egyes statisztikai számítások szerint 18 millió év alatt biztos, hogy el fogja trafálni a Földet, vagy valamelyik belső bolygót. Ha nem így lenne, tele lenne az űrünk, és nem űrnek hívnánk, hanem valami zanzának, tehát nagyon jó kőzet bolygóink vannak, amik a napi ugye meteorit észlelésekből láthatóan beporszívozzák ezek a belső bolygók az errefelé kószáló, főleg ugye kisebb darabokat. Ha néha jön egy-egy nagyobb, alias Csíksolub, vagy egy orosz Tunguszka méretű, akkor azt esetleg megsínlené az emberiség, vagy például egy Csebarkul, Cseljabinszki esemény. Hát nem válaszoltam rá, hogy mikor hozzák vissza, majd amikor visszahozták. Akkor megmondjuk. Utolsó kérdés, egy nagyon jó pofa kérdés, nekem tetszik. Szóval, rengeteg kamera van már a Marson. Miért nem? Miért csak párperces videókat látunk? Miért nem lehetne egy állandó élő streamet, úgy, mint mondjuk a nemzetközi űrállomásról, még ha késleltetve is, meg mit tudom én, de hát miért nem? Mikor lesz? Hát ez úgy van, hogy nyilván, ha van neki valami tudományos célja, akkor előbb-utóbb létrehozzák. Továbbá az átvitel sebessége a régebbiek, azok egy-egy képkockát tudtak előállítani, és hosszú kilódással, tömörítésekkel, és hát ugye lesugárzási ablakokkal, mert a Mars is forog, küldik vissza. Nyilván, ha lenne egy legalább 5 vagy 6 darabból álló poláris pályán keringő, vagy mondjuk 3-3, tehát 3 egymásra merőleges pályán keringő űreszköz, amelyik folyamatos földre tovább sugárzást tudna az egyébként forgó bolygóról végezni, és ha a principal investigator, tehát a fő befektetője lesz, vagy a fő befektetőket megszervező emberkéje lesz a kérdés feltevője, akkor igen, hamarosan lesz ilyen. Volt egyébként, tehát például az Opportunity és a Spirit is folyamatosan sugárzott képeket, de olyan jellegű élő streamre, mint amit... 4K videókat még nem. Igen, még nem, de jelen pillanatban csak pénz, politikai elhatározás kérdése. Nyilván a politikusok, vagy hogy mondjam, azon döntéshozók, akik politikához közel állnak és pénzt adnak az ilyen kísérletekre, nem fogják elherdálni a pénzt egy ilyen, bár egyébként, hogy mondjam, közkívánatú dologra. Tehát pillanatnyilag túl sok pénzt emésztene fel, és nem hozna annyi hozadékot elvileg. De ki kell várni, még azért megérhető. Na most abban a pillanatban, azt csak elmondom, abban a pillanatban, ha lenne életgyanús helyszín, ahol valami élettevékenységet, bármit, mit tudom én, jégben, felolvadó jégben, fekete, mozgó mütymürütyök, vagy bármi, akármi, abban a pillanatban nyilván lenne rá egy olyan tudományos cél, ami mögött lenne egy politikai szándék és pénzügyi akarat, ami ezt megvalósítja. Nyilván van egy óriási akadálya, hogy azért nem szeretnénk beavatkozni, hogy mondjam, épesző ember nem akar beavatkozni ezekbe az életfolyamatokba. Már beavatkoztunk. Hát már igen, mint tudjuk, van élőlény a Marson, vagy bocsánat, élőlény maradványa,
ugyanis némely szovjet űrszondákra nem teljesen sterilizált szovjet zászlót tettek, amelyek a becsapódáskor valószínűleg némi életet vihettek magukkal, illetve az összes űreszközön van írás, tehát vannak írások a Marson, és valószínűleg nem tudták annyira sterilizálni őket, hogy ne legyen rajta legalább egy-két kósza mikroba. És közben bejátszottam azt a nyitóképet, amit ugye az ajánlóba is tettünk, a Földről jött című írás. Hát igen, és akkor elértünk ahhoz a mémhez, ami tulajdonképpen egy nagyon viccesnek tűnik, de igazából azt jelenti, amivel a Arthur C. Clarke-nak a 2010 űrődössze ugye végződik, hogy Európa nevű holdtól tartsátok távol magatokat, mert ott lehet élet, vagy majd ott lesz élet, tehát a világok összes többi helyszínek tanítája a tiétek, kivéve az Európa. Takarodjatok a Marsról. Na, köszönöm szépen, ez volt a kérdésszekció. Nem nagyon vesztettünk hallgatót, nézőt alatta, de szerintem ne éljünk vissza a türelmükkel. Hát akkor köszönjük szépen még egyszer Palinak ezt az előadást, eléggé részletes volt, részletekbe menő, informatív, és még annyi mondtam volna hozzá, mindig a kérdező, hogy mi lesz, hogy jósolni eléggé nehéz dolog, különösen ami a jövőt illeti. Nem én találtam ki, én is olvastam valahol. Úgyhogy köszönjük szépen a figyelmet mindenkinek, és találkozunk jövő hónap utolsó keddjén.